Tisztelt Hölgyek és Urak, kedves magyar testvéreim, szeretettel köszöntöm Önöket itt a Józsa Judit Galériában, a Kortárs Női Reflexió Fórumának soron következő és ezévi utolsó estjén. Szeretettel köszöntöm körünkben professzor dr. Popáni asszony. És Magyar Gyöngyit, a Kortárs Női Reflexió Fórumának elnökét. És Újvári Zsuzsanna történész professzorasszonyt, a mai est előadóját. Mielőtt az előadásra sor kerülne, fölkérem Magyar Gyöngyit, hogy mondjon pár köszöntő gondolatot. Köszönöm szépen, Judit. Én elsősorban köszönöm szépen a türelmüket, ez tényleg fontos, mert ugye az előadásokat felvesszük, és ott van a honlapon, és remélem, hogy mindenki ismeri a honlapunkat, nem ismeri, nem szereti a honlapunkat, mert nagyon, nagyon értékes tartalom van fönn. Köszönve a tanárnőnek, aki a motorja lényegében, a másik tanárnőnek, aki a másik motorja, és az előadás sorozat létrejött, hát nagyon köszönjük a Juditnak, aki sokkal-sokkal többet jelent nekünk immár, mint hogy a helyet biztosítja, sokkal mélyebb és emberibb ez a kapcsolat, és tényleg olyan szeretet és hit sugárzik a Juditból és a galériából, ami nekünk nagyon-nagyon fontos. Tegnap az ősi magyar hagyomány szellemét, a Luca napot ünnepeltünk, vettük hozzá, úgyhogy hoztunk a galériát, reméljük, hogy ez varázslatra szépen kizöldül, és hogy ez mindannyiunknak egy reményteljes évet mutat nekünk is, Magyarország is, és mindannyiunknak. Úgyhogy tényleg engedjük meg, hogy mindenkinek ez az utolsó alkalom az idén, egy nagyon szép, békés, egészségben, örömökben gazdag új évet kívánja, és remélem, hogy jövőre folytatjuk. És tényleg nagyon köszönöm a tanárnőknek, egyik másik is a Juditnak. Mindannak a kellemes ünnepeket és boldog évet kívánok. Köszönöm. Kedves tanárnő, tiéd a szó. Köszönöm szépen a meleg szavakat. Nem tudom, hogy mikrofont használjak-e, vagy elég hangos vagyok. Lehet, hogy jó lesz az a mikrofon. Jó, igen. Magas a helyes. Akkor nem kell kiadni, nem erőre. Igen. Igen. Én is mindenkit szeretettel köszöntök, és engedjék meg, hogy egy mondat elejéig azért a Luca napi vetéshez. Nem ehhez szokták mondani, de kérem szépen, nagyon fontos, hogy aki nem vett, az nem is arat. És ez mindenre vonatkozik, kérem szépen. Minden szinten a szeretetünk, a lelkünk, a nemzetért való cselekedetünk, az imáink mindenre vonatkozik, és de facto a parasztoknak is szól, akiknek valóban lenni kell ahhoz, hogy aratni tudjanak a következő évben. Köszönöm szépen. A mai előadás az erdélyi fejedelem asszonyokról fog szólni. Itt már úgy írtam ki, hogy az erdélyi fejedelem asszonyok egy tudnélik nem fér bele az a fejedelem asszony mennyiség, amikről a 17. században ugye érdemes mesélni. Most Loránffy Zsuzsannáról lesz szó. Loránffy Zsuzsanna után az ő menyéről, Báthori Zsófiáról, mert ő is nagyon fontos személyiség, még akkor is, hogyha nem egyértelmű az ő történeti megítélése. És utána pedig Kemény Jánosné Lónyay Annáról fogok beszélni. És akkor tulajdonképpen még elmarad, és akkor ez majd jövőre fog bekövetkezni. Ott van még Apafi Mihályné Bornemisza Anna, és a híres Zrínyi Ilona, akit nem lehet kihagyni, de nem akartam 10 percben gyorsan elintézni Zrínyi Ilona személyiségét. Úgyhogy akkor köszönöm szépen. Loránffy Zsuzsannáról fogok beszélni,
A Lóránd fiak címere, ugye ott a háslevél, tehát a ágból kinövő háslevél, itt Lóránd fi Zsuzsannának egy levele, amit ő írt alá, és ez pedig a Rákócziak egyesített címere, tehát ebben természetesen ez a Rákóczi fejedelmi címere, mert hiszen benne van a Rákócziak címere, benne van a Hold és a Nap a székelyeké, benne van a magyar és a szász, ugye a Siebenbürgen, ugye a szász székek, tehát szimbóluma is, tehát ez az egyesített címer. Lóránd fi Zsuzsanna. Hát nem tudjuk még azt sem, hogy mikor született. Körülbelül 1600-ban Sárospatakon, mert hiszen ez akkor az ő családi fészkük volt, és azt tudjuk, hogy 1660 áprilisában hal meg. Szerencséje volt, hogy utolsó egyetlen élő fiát nem érte meg annak a temetését, aki ugye 1660 júniusában II. Rákóczi György fog meghalni. Még a kép sem teljesen őt ábrázolja. Ez a metszet, illetve ez a festmény a 19. századon maradt meg, és ugye egy ilyen református feljegyzés szerint Lóránd fi Zsuzsannát ábrázolja, de újabban ezt is megkérdőjelezik, hogy valószínűleg nem ő. Hát kérem szépen, nem tudunk egyéb ábrázolásról, majd látni fogjuk, hogy Lónyai Annára még ennyi sincs, tehát semmi. És újabban az is kiderült, hogy Zrínyi Ilonának az a gyönyörű ábrázolása sem Zrínyi Ilona, hanem egy lengyelhercegnő. Tehát mindenképpen a szülők, Lóránd fi Mihály, Zemplén megyei nagybirtokos, ősi Rátok nemzetségből való, hát ugye a Szécsi és a Ráskai rokonsághoz tartozott, és gyakorlatilag Ónodi várkapitánya volt az édesapja. Na most Ónod az akkor lesz igazán fontos, amikor 1596-ban Eger elesik, és bizony akkor Ónod, Kálló, Szendrő és Diót Győr ugye ezek előlépnek, mert hiszen a kiesett Egert azt valamilyen szinten pótolni kell. És tehát az, hogy a Lóránd fi ilyen régi nemzetségből való, hát majd ugye a nagyanyja Ruszkai Dobó Anna, az egri hős testvére, tehát innét fogjuk tudni, hogy ezt a gyönyörű patakot, Sáros patakot, ezt hogyan fogja ő megörökölni. Mindjárt megkérdezhetik, hogy hát nő, ugye? Látjuk, hogy a gyerekek Erzsébet, Zsuzsanna, Mária Kataborbála nem adatott meg nekik, mármint Lóránd fi Mihálynak, hogy fiai szülessenek, de kérem szépen, ugye oldalági rokonságból, tehát itt leírtam röviden, nem kell ugye végigolvasni, tehát hogy Patak gyakorlatilag a Pálócziaké volt. Ugye már múltkor említettem, hogy ez is ugye a Rátok nembeli Ráskaiaké volt, pontosabban úgy a Ráskaiaké, hogy a Pálóczi Antalhoz, ugye az utolsó Pálócihoz hozzáment Ráskai hőkata. 1526-ban a Mohácsi csatában elesett, és egyébként akkor ugye Perényi elfoglalja, tehát oda-vissza megy a cirkusz a várral kapcsolatban, de gyakorlatilag majd a Dobóék megkapják úgy, hogy zálogbirtokként. És kérem szépen, zálogbirtokként úgy kapok meg valamit, hogy leteszek itt egy halompénzt, és ha azt én szerzem, akkor természetesen, ugye és az első előadásom erről szólt, akkor a lányok örökölhetik. Tehát ugye, mert nem őstől öröklött, nem a király, ugye az őseim vitéségéért adott birtok, ami a fiák kihalásakor ugye visszaszáll az uralkodóra. Nem, tehát ilyen értelemben lesz ez a patak, ugye a Lóránd fiaké, az oldalág. Na most még egy dolgot, hogy patak, ugye Sáros patak, borzasztó jó helyen van. Hát ugye nem csak ott ez az észak-keleti vidék, és ugye ott ugye közvetlenül az erdélyi fejedelemség és a magyar királyság végvidékén, hanem kérem szépen a török által ugye elpusztított szerűségi borvidék után a Tokaji hegyalja fog felvirágozni. És kérem szépen, akinek itt van birtoka,
a borzasztó jó jár. Az 1560-as években még a kezdeti olyan 50 ezer arany értékű zálogbirtokot az uralkodó fölemeli 75 ezer forintra, aranyforintra, pontosan azért, mert ennyivel ér többet. És kérem szépen, a szőlőbirtokok, azok, ha jó a termés, akkor 3-4 év alatt behozzák azt, ami bekerült. Tehát borzasztó jó üzlet, és a 16. század agrárkonjunktúra, és egyáltalán a bor, az mondjuk még amikor agrárdepresszió van, akkor is eladható, mert a meggazdagodott lengyel nemesség az szinte csak tokai bort viszi, a tokai bor jó minőségű, meg tudják vásárolni, ja, és nagyon fontos, szállítható, kérem szépen. Csak a jó minőségű bor szállítható, mert egyébként ugye ezeken a borszállító szekereken, úttalan utakon, hát kérem szépen a rossz bor összetörik, a jó bor az pedig megmarad. Tehát ilyen értelemben a Rákócziak a 17. század közepére a legnagyobb birtokosok lesznek az országban. Igen. A Lorántffy címer és a Rákóczi aranyforint, tehát itt a Lorántffy címer, tehát a mondott hásfalevél, és egyébként ugye Rákóczi által, első Rákóczi György által veretett aranyforint 1546-ban, kérem szépen, adta Rákóczi címer. Patak. Tehát szerencsről ide kerül a család központja. Ugye ez légi felvétel, és egyébként ez az úgynevezett belégi szárny. A emeletre építést azt már a Rákócziak végezték, és ez az úgynevezett vörös torony. A vörös toronyot ezt még a Perényiek építették. Ugye a Perényi, tehát a Perényi Imre Mátor unokája, ugye a Perényi Imre emlékszünk, hogy ő volt ugye a kanizsai Dorottyának ugye a második férje, akkor Perényi Péter a fia, és annak a fia Perényi Gábor 1567-ben meghalt, és a Mádoriák ugye kihalt, de ő még ezeket építette, mondjuk a második emeletet azt már a Rákócziak építik, tehát Rákóczi György, és ott a öreg palotában, ugye ez a második emeleten van, ott fogadta Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet 1619-ben Rákóczi György. Igen. Itt a Lorántffy szárny, ez az úgynevezett Lorántffy szárny, hát a magyarországi reneszánsz építészet egyik legszebb emléke. És a Várkastély északkeleti szárnya a szubróza erkélyel. Tudjuk, hogy a szubróza erkély ott tárgyaltak, ugye a Veselényi féle összeesküvést is, valószínűleg ott szőtték, na de hát ez volt Zsuzsanának is a kedvenc helye, és a legkedvesebb fiának, tehát Zsigmondnak, ugye az ifjabb, Rákóczi Zsigmondnak, és hát Henriettának is. Ugye itt, igen, és akkor itt a második emeleti palota, ugye ez a palota ház, gyakorlatilag a palotának nevezik a hatalmas ebédlőt, és kérem szépen ott ugye még a elhúzott függöny mögött ugye színi előadásokat is tartottak, és ez az a úgynevezett bokályos ház, amit 1646-ban izmiti csempékből készítettet első Rákóczi György, pontosan azért, hogy ezzel reprezentáljon, és hát a vendégeket, a svéd követeket itt fogadta. Igen. És itt első Rákóczi Györgyöt látjuk a fejedelmi süvegben, és az ő szerzeménye, Munkács vára, ami korábban a testvérházassággal együtt ugye az Eszterházi, aki volt, és hát bizony Eszterházi Miklós Nándornak keményen le kellett mondani a Munkácsról, azért így kerül a Munkácsvára ugye, a Rákócziak kezébe. És akkor most már egy kis közelebbi történetet is. 1616 áprilisában kötött házasságot Rákóczi Györggyel a ifjú leány, Lorántffy Zsuzsanna leányka. Azért gondoljuk, hogy 1600 körül született, mert
Ugye ekkor a lányok férjhez meneteli ideje 14-15, maximum 16 év volt, hát körülbelül 1600-ra tesszük, de nincs erről családi feljegyzés. Nagyon eltérő jellemű volt Lórántfi Zsuzsanna a férjétől. A közügyek őt nem vonzották, itt egy levelet idézek, tudja kegyelmen nehezemre vagyon, mármint a közügyek és egyáltalán a reprezentálás, hogy éppen arra kérte 1619-ben, hogy látogassa már meg Bekkeny Gábor feleségét, ugye Károlyi Zsuzsannát. Hát megtette, de nem szívesen. De egyébként végig hűséges segítője lett és maradt az urának. Rákóczi György viszont tele volt energiával, borzasztó szerette a politikát, és gyakorlatilag ez abból is adódott, hogy öreg Rákóczi Zsigmond, ugye, itt már olvasható, öreg Rákóczi Zsigmond, aki a családot igazából fölemelte, ugye Szendrő majd Eger főkapitánya lett, ő miután északkeleti nagybirtokos lett, ugye hatalmas szőlőket vásárol, 1604 őszén Bocskai híve lesz. Rögtön a fiát odaviszi Bocskai udvarába, egyébként ott van Bethlen Gábor, és egyébként a korábbi Bethlen Gábor előtti fejedelem Báthori Gábor is. Tehát mindenki ott van, aki abban az időben számított itt Észak-Kelet-Magyarországon. Tehát apró Bocskai udvarában, és 1611-től, ugye már 17 évesen honlott főkapitánya, királyi étekfogó és Borsod vármegye főispánja. Azaz a magyar király is megbecsüli, és beemeli ugye a mágnások közé, tehát ország nagyobb lesz, ugye országos méltóságot visel. De ennek ellenére az 1618. évi országgyűlésen már a protestáns rendeknek a vezére. Protestáns mondtam, kérem szépen, a 16. században, ugye itt bátori ősökről beszélünk, ecsedi bátori ősök is vannak, és Rákóczi, kérem szépen, reformátusok. Úgyhogy öreg Rákóczi Zsigmond, aki majd segíti, meg az öreg ecsedi bátori István országbíró, meg egy másik bátori Mária, tehát ezek, akik finanszírozzák az 1590-ben kiadott vizsói bibliát. És Rákóczi Zsigmond, ugye, és az uralkodó meg akarja tiltani, ugye, hát ez Szurdulf. Meg akarja tiltani, mi az, hogy itt holmi protestáns bibliát kiadnak. És akkor kvázi, mint egy egyenrangú úrként visszaír neki, hogy hát a mi pénzünkön, ugye, a mi birtokunkon, mi telepítettük, nehogy már megtiltsa, hogy itt Bibliát adjunk ki, úgyhogy a vizsói Biblia így fog megjelenni. Tehát minden lehetősége és esetősége megvolt Rákóczi Györgynek arra, hogy hatalmas karriert építsen. Na most ahhoz képest még a papa, vagyis az öreg Rákóczi Zsigmond, ugye Bocskai halála 1606. decemberében bekövetkezett, ugyan Bocskai végrendeletében Homolnait jelölte meg, mégis Báthori Gábor lesz majd az erdélyi fejedelem, de közben ő már 1605 óta erdélyi gubernátor, vagyis Bocskai helyettese, és 1607-ben a rendek, nem olyan sok önálló fejedelem választás volt, mert mindig megmondták a rendeknek, hogy kit válasszanak meg, őt önként és dalomban megválasztották 1607 tavaszán Erdély fejedelméré. Viszont 1608-ban szépen lemondott, és akkor szépen visszavonult, már öreg korára való tekintettet, viszont ugye majd a fia fogja ezt most nem megörökölni, hanem megszerezni. Tehát a gyermekek, ugye, és akkor most ugye nem öreg Rákóczi Zsigmondról beszélünk, hanem Rákóczi Györgyről és Lórántfi Zsuzsanna házasságukról és a gyermekekről. Itt is a szakirodalom eltérő, 4-5 vagy 6 fiúgyermeket említenek, valószínű a 6 igaz, az első nem tudjuk mikor pontosan, de meghalt. A második is, akit nagyon szerettek, és az volt a kedvenc, a Samulka, ő is. A harmadik kisfiú, György 1621-ben született, és ő az, aki hát 1660
nyarán majd meg fog halni, ugye várott ostroma előtt, tehát ő ugye róla még lesz szó, tehát ő az egyetlen, aki mondjuk túléli az édesanyja Horváth fia Zsuzsanna halálát. Zsigmond volt a kedvenc, tehát a Samulka után, majd egy Ferkó is születik, koraszülöttként, és még egy Ferenc, aki 6 évesen hal meg, és nagyon jellemző, Rákóczi György, nagyon családszerető volt. Hatalmas, vehemes módon belevetette magát a politikába, ha kellett, tárgyalt a svéd követekkel, ugye mindent, ugye belépett 1644-ben a 30 éves háború utolsó szakaszába is, de a családi élet az valahogy szent volt, minden szülésre hazament a feleségéhez, még 1621-ben is, amikor Bethlen Gábor éppen, ugye hát már túl volt a vesztencebányai országgyűlés, amikor megválasztották királyá, 1621-ben ugye ott van Pozsonyban, és akkor az ő főkapitánya az hazarohan, mert a felesége szül. Hát évekig emlegette Bethlen Gábor ezt a hallatlan esetet. Igen. És akkor ez csak egy szép kép a Rákócziak rezidenciájáról. Ugye ott a családi képek, ez Sárospatak természetesen. Igen, megyünk tovább. És akkor ő a nagy politikus és vagyongyűjtő, ahogy megkapja ugye hozományként Patakot, ő rögtön épít a Perényi szárnyra. Ugye mindjárt ráépít, bővíti, kőhidat épít Bodrogon, természetesen a vár falait megerősíti. Egyébként ez eredetileg, ugye, ez egy csak kastély volt, Sárospatak mezővárosban. Ugye még Perényi kerítette el, ugye, ő húzott mellé falakat, hogy megerősítsék. Egyébként ez 1528-ban ugye felnyújtják és el is pusztul nagy részt, és akkor később, tehát ezeket az építkezéseket már Rákóczi folytatta. De ágyúöntő műhelyt épít, a pataki főiskola törvényeit írásba foglalja, és így tovább, és természetesen, ugye most jön a nagy váltás, 1629 novemberében meghal Bethlen Gábor. Bethlen Gábor ugye végrendeletében fejedelem asszonyként, utódjaként Brandenburgi Katalint jelöli meg, tehát Brandenburgi Katalinnal baj van, róla most ugye nem beszélünk, titokban katolizál, nem szereti a rendeket, a rendek sem szeretik őt, szóval mindenféle baj van vele, és alkalmatlan arra, hogy ő ott ugye kormányzó, illetve fejedelem legyen, és akkor egyszerűen megpróbálkozik Bethlennek az öccse, ugye öreg Bethlen István, hogy megszerezze a fejedelemséget, és akkor jön Rákóczi a hajdukkal. Ugye? A hajduk nagyon fontosak, kérem szépen. Nem csak a hajdú telepítésekre gondoljunk, amit Bocskai követett el, hanem a kis hajdú város, tehát a kis hajdú telepekre, Bihar megyében 22 kis hajdú telep van, amit Rákóczi György telepített. Na hát ezekre a hajdukra gondoljanak, a hajduk ugye már többször csináltak történelmet, ugye, és királyt, ugye, hogy úgy mondjam. És jön fegyverrel, és 1630 decemberében, karácsonykor megválasztják. Megint szabadon, ugye, az egyik élen, de kicsit fegyvercsörgetéssel, közepette, de megválasztják fejedelemmé. Hát ettől kezdve ugye Gyulafehérvárra kell költözniük, külön lesz ugye fejedelmi lakosztálya a fejedelemnek, külön az asszonynak. Hát itt is meg kell, hogy feleljen, meg is felel Lorántfi Zsuzsána. Saját birtokai is vannak, Örményes Fogaras, egyébként ugye román iskolát is alapítottak, mert Fogarason nagyon sok a román. De a lényeg, kérem szépen, hogy most itt Örményes Fogaras. A Fogaras ugye az valamikor ezek vajdai várok voltak, a vajdai várokból lesznek ugye az erdélyi fejedelmi várok és még egyéb. És kérem szépen, amikor Rákóczi György fejedelem lesz, akkor 5 vártartomány birtokosa,
amikor levonja a szemét 1648-ban, akkor kérem szépen 35. Tehát óriási birtokszerző. Na most ebben nagyon fineszesen járt el, mert egyébként a fejedelmi birtokokat is ugye fiának, feleségének eladományozgatta, tehát hatalmas ugye, vagyonszerző. Ezért mondtam, hogy a század közepére a leghatalmasabb birtokos, az úgy hívják, hogy Rákóczi György, illetve a Rákóczi család. De akkor még, ugye már említettem, hogy 1644-ben ugye a svédek kérésére belép, vagy követekkel való megbeszélés értelmében belép a 30 éves háború utolsó szakaszába, és hát akkor azért Eszterházy Miklós nátorsemrest, ugye éppen ugye kifosztotta Szerencsét, Borsit és Sántorai Jógi helyt, tehát mert azért ez az ellenfél, ugye, tehát ugye az erdélyi fejedelem magyarországi birtokai. Eszterházy Miklós nem egyszer az óra alá dörzsölte, hogy Magyarországon ő a magyar király alattvalója, mármint Rákóczi György. Viszont Patakot nem merték megtámadni. Miért nem merték? Kérem szépen, nézzük meg a gyal. 1100 gyalogos védte. Hallatlan. Öreg Rákóczi Zsigmondnak már 2-3 ezer katonája volt, magán katonája, amit ugye neki saját vagyonából kellett fenntartania. Mert mondjuk Rákóczi György már fejedelemként tartatott fenn ennyit, na de korábban is el tudta tartani, tehát óriási volt. Kérem szépen, ennyi birtokuk nyugat, vagy ennyi katonájuk nyugaton még a Batthyányaknak se volt, pedig ugye Batthyány első Ádám dunántúli főkapitány igen híres török lerő volt. Tehát 1648-ban ugye meghal a fejedelem. Még életében megválasztatja utódjául, mert hogy dinasztiát alapít. Kérem szépen, minden fejedelem, minden király dinasztiát akar alapítani, van akinek sikerül, van akinek nem. Hát mert dinasztiában gondolkodtak ekkor, és nem országban, nem nemzetben. Tehát 49-ben Lóránffy Zsuzsánnal visszaköltözik Patakra, Zsigmond fiával együtt a kedvenccel. Egyébként ez a kedvenc fiú, ez körbeutazza Európát, nagyon művelt, intelligens, híresen szép férfi. Állítólag, illetve a feljegyzések szerint még Krisztina svéd királynő is beleszeretett, de hát nem ő lesz majd a partner, hanem nem kevesebb egyébként Franci Henrietta, vagyis ugye a téli cseh királynak, annak tehát Frigyes, 5. Frigyes cseh királynak a lánya, Franci Henrietta. Tehát aki egyébként ugye Franci Frigyes, az az angol király, első Jakab testvérének a lány, tehát a fia volt. Tehát azért itt elég sok, ugye dinasztia keveredik. Minden esetre majd meg is történik az esküvő, de hát az esküvőből gyakorlatilag szétfoszlik, mert hiszen 3 hónap múlva Franci Henrietta meghal, néhány hónappal később pedig maga Zsigmond is, a mama legnagyobb fájdalmára. Jó, mehetünk. És akkor Lóránffy Zsuzsannáról még egy kicsit, ugye, hogy a tevékenysége. Hát a műveltségét honnét szedhette, hát nyilván otthon tanult, de a leveleiből azt tudjuk levonni, hogy magas írói készsége volt, maga írja és mecsépeli le a leveleit, persze ugye prédikátorokkal van körbevéve, biblia, könyve, ugye szép könyvtárunk volt, és kérem szépen a népi irányzatot, a puritanizmust támogatta, nem pedig, és a, tehát ezzel együtt a presbiteriánus, tehát nem az ortodox református hitet, mint az ura. Mert egyébként ugye a Rákóczyak alatt már Bethlen Gábor első Rákóczi György, második Rákóczi György alatt, kérem szépen, de még utána is, Erdélyben azért mondjuk 4-ben lett valláson, de kérem szépen, az igazi államvallás azért az a református, tehát az ortodox református hit. Visszahúzódó asszony volt, de mindenben támogatta az urát. Tehát békét szeretett volna, de például akkor, amikor ugye elmegy az ura hadba, akkor az egész udvar arra kéri, hogy imádkozzanak, és
böjtöljenek, kérem szépen, reformátusok, de böjtölni kell. Egyúttal gondoskodik Várad, Patak és Munkács ellátásáról, tehát ugyanazokat, tehát az asszony, ugye az özvegy fejedelemasszonyné, az özvegy a fejedelemasszonyként is és özvegyként is, egyszerűen ugyanazokat a férfi hát feladatokat is ellátja, amit hát egy rendes asszonynak el kell látnia ilyenkor, amikor ugye az ura nincs otthon. Comenius nevét már említettem, ugye Jan Amos Comenius, aki 1650-től odaérkezik, ő adja össze ugye majd a fiatalokat, tehát Zsigmondot és Henriettát. Külön nyomdát alapítanak azért, hogy kiadja Comenius munkáit. Itt csak felírtam, hogy hát a leghíresebb munkája az Orbis Pictus, de kérem szépen a múltkori előadáson, ugye aki itt volt azért, ugye, tehát Vives előadásán, tehát Kakucska Mária előadásán, ugye Vivesről beszélt, és ugye tudjuk, hogy ez a spanyol humanista, ez hát szóval fantasztikus, ugye a nevelés és a nőnevelés ugye a legnagyobb mestere volt, és tulajdonképpen Comenius tőle kopintotta azokat a dolgokat, amit az ő pedagógiai munkáiban megfogalmaz. A női szépség felé, virágok, gyógynövények, természetesen a kertjében, Patakon úgynevezett gombos kert is volt. A gombos azért ilyen díszgömbökkel nyilván díszített kert. Kérem szépen a Perényi, ugye mondtam, hogy a Perényi Gábor 1563-ban ugye meghal, és hát az ő felesége, akit szinte bezárt, őrült féltékeny volt, az asszonya rossz nyelvek szerint meg is mérgezte, hogy nehogy már túlélje és valaki máshoz férjhez menjen. Szegény asszony, de mindesetre az ablakon sem nézhetett ki, és hát akkor ez a szomorú asszony, ugye ott a kertben valami gyönyörű kertet varázsolt, ugye Patakon, és akkor ezt a kertet ugye tovább dédelgeti, és ültetgeti, és gondozza Lorántffy Zsuzsanna. Természetesen citromfája is volt, tehát mindenhez értett. Munkács, amikor eljut Munkácsra, akkor felkiált, ennél szebb kilátó hely nem lehet. Lorántffy Zsuzsannának ugye címereske helytakarója, ugye bent a Lorántffy címer, ezt azért mutatom, mert hogy ugye hímzőműhelye is volt, még a hímző asszonyok vezetőjének a nevét is ismerjük, ugye erről már volt szó, amikor az első nagyasszonyok előadást tartottam, hogy természetesen ugye otthon hímeztek, és hát akkor bocsánat, most akkor hagyd kapcsoljon vissza ugye Gizellához, ugye? Tehát kérem, a magyar királynéknak ugye a feladatuk volt az, hogy ellássák a templomokat ugye kegytárgyakkal, és hát így keletkezett ugye a koronázási palást, ami hát eredetileg ugye papi palást volt. Hát a fejedelemasszonyok, de nem csak a fejedelemasszonyok, hanem a nádornék és a nagy urak is, akiknek ugye saját ugye templomot építettek temetkezési helyül, hát kérem szépen ők is ellátták, legyenek azok katolikusak, vagy éppen protestánsok, a urasztalterítővel és mindenféle kegytárgyal a patronált egyházakat. Igen, menjünk tovább. A fejedelemasszony megpiros bársony címeres fali kárpitja aranyozott ezüstvonalas hímzéssel. Nem tudtam ennél jobb képet, kérem szépen ott van középen, ugye a címe, amit itt, ugye itt a Lorántfiak címere, és hát itt ki van vetítve, igen. És kérem szépen, hogy milyen házasságban élt ez a két gyakorlatilag egymástól eltérő jellemű és eltérő indítatású emberpár. Ezt felolvasom. Édesatyám fia, Rákóczi végrendeletéből való. Édesatyám fia, szerelmes feleségem, tégedet is az Úristennek gondviselése alá ajánlok. Az a mindenható Isten, ki oltalmazásod volt,
az én holtom után is mutassa meg rajtad úgy az ő áldását s oltalmazását, élhess az ő tetszése szerint üdvösséges, csendes, nyugodalmas életet minden háborgatóid ellen, akik találtatnának is, és szégyenítsen meg azokat, téged pedig magasztaljon fel azoknak bosszúságára. Nekem pedig megbocsáss, amit együtt laktunkban vintettem volna is, mert én is csak ember voltam. Arról bizonyosságot teszek az Isten és ő szent angyalai előtt, mitől fogva az Úristen összehozott bennünket, se szebbet, okosabbat, gazdagabbat, fő erőnek, gazdagabbat, akármi dicséretre méltó szemét náladon kívül nem láttam, néztem, s hozzád igaz, tökéletes szeretettel voltam. Köszönöm édesem azt te én hozzám való igaz szeretetedet is, kit mind jó s gonosz állapotban hűségesen, te hozzám bőségesen megmutattál. Kiért az mennyek, földnek, teremtő Istene mind lelkemben, lelkedben, testedben áldjon meg, s jövendőben is az örök dicsőségben egymással egyesítve is dicsérhessük a mi jó Istenünket, az Úr Jézusért adja. Úgy. A fejedelem egyébként végrendeletében ugye azt is meghagyta, hogy a kicsit ambivalens módon ugye megért ugye legidősebb fiú, akit még gyerekkorban megválasztott fejedelemnek, ne az diszponáljon a vagyonról, hanem a felesége, mindent ő. Az ő gondviselése alá rakott, noha akkor egyébként még a kedvenc fiú Zsigmond élt, de egyébként ő majd ugye hamarosan meghal. Igen. És akkor kérem szépen tovább lépünk, és megint csak ugye a családban maradunk, mert hiszen második Ránkoszi Györgyné Bátor és Zsófiáról szeretnék előadást tartani. Erről a Bátori Zsófiáról, aki, hát, ugye emlékezünk, Rákóczi, második Rákóczi György 1625-ben született, 29-ben, tehát éppen hozzáillő volt Somjón, tehát Somjai Bátori, és egyébként majd Munkácson 1680-ban fog meghalni. Ugye már egy kicsit tovább pörlök az agyunk, és akkor 1682-ben ugye majd az ő fia lesz. Ugye 82-ben, ugye már 82-ben az ő menye, bocsánat, ugye az Rényi Ilona lesz majd Tökölinek a hitvese, és hát tudjuk, hogy 83 és 85 között ugye mi történt Munkácson. Igen, itt viszont ugye a Bátoriak címere a sárkány fog, illetve a saját farkába harapó, vagy a saját farkával, ugye saját magát megfojtó, ugye itt két ellentétes vélemény van a címerben. Igen. Bátori Zsófia családja. Bátori András és lengyel Zakreszka Anna voltak a szülei. Bátori András az Bátori Gábor fejedelemnek volt a féltestvére, kérem szépen. Tehát itt is fejedelmi vér, és egyébként is ugye a bátoriak, hát azért van Bátori István, ugye, a lengyel király, tehát erdélyi fejedelem, vajda fejedelem és lengyel király, aztán Bátori András, aki 1599-ben ugye bíborosként erdélyi fejedelme lesz, aztán Bátori Gábor, aki 1608 és 13 között, és hát a bátoriakat ugye nagyon hát meg kellett hoztani a nimbuszuktól, ugye, Betlen Gábornak ahhoz, hogy Betlen Gábor hát valóban elfogadtassa magát, Bátori Gábort letették, meggyilkolták, és 1628-ban lesz majd csak újra temetése, amikor addig ugye a Nyírbátori templommal várja a temetését, amikor a családot rehabilitálják. A történészek, illetve a történettudomány azt szoktam mondani, hogy anyósának, Lorántfi Zsuzsannának és ugye későbbi mennyének, Zrínyi Ilonának a szürke árnyéka, de én azért ezt megkérdőjelezem, és akkor majd most meglátjuk. Egyébként, bocsánat még egy pillanatra,
akiben a Szilárd somlyói, mert hiszen ugye a somlyai vagy somlyói bátori, ugye bátori kastély, ugye egyébként ez a Szilárd megye. És akkor a Rákóczi és a Báthori család egyesített fejedelmi címere a Kassai Szentháromság, a volt jezsuita templom, ma ez premontrei templom, ez ugye Kassa főterén, ott Svédisz, ami a Szent Erzsébet dom mellett áll, templom homlokzatán, ezt a templomot, egyébként ugye jezsuita templomként, 1671 és 81 között késő reneszánsz és korabarokk stílusban maga Báthori Zsófia építette. Egyes mások úgy fogalmaznak, hogy lipót építette Báthori Zsófia pénzén, hát azt hiszem, hogy az előbbi, hát Báthori Zsófia kezdeményezte a templom építését, lipót csak engedélyt adott arra, hogy megépüljön a templom. Kérem szépen, mert hogy szabad királyi város. Igen, lépjünk tovább. És akkor most megnézzük Báthori Zsófia házasságát. A fiatalok Szilárd Somlyón ismerkedtek meg, ugye már első Rákóczi György, ugye a fiát várat, fiatalon várat kapitányává nevezte ki, és ugye Szilárd Somlyón közel van várathoz, és akkor ott ismerkedtek meg. Nagyon jellemző a következő levél, amit írt az apa a fiának. Ennek a mi fiunk, bocsánat, ezt egy tisztartónak, ennek a mi fiunknak bolond s rend felett való szeretetit naponként inkább veszünk eszünkben az mátkájához. Tehát a levélből úgy néz ki, mintha nem nagyon tetszett volna nekik a házasság. Ez az egyik szempont. A másik szempont viszont, hát ezek az utolsó bátoriak, kérem szépen. Visszakapják a vagyont, rehabilitálják, és a Báthori név, amint elmondtam, fejedelmek sora, lengyel király, és hát azért milyen jól jön, ráadásul a mama, az Akreszka, az is lengyel volt, hát azért itt voltak ugye lengyel hercegnők, hát azért ez nem jöhetett olyan rosszul a Rákóczi családnak, aki ugye komoly dinasztiát akart. Tehát viszont miért ellenezhették? Hát kérem szépen, mert a somlyaiak a kezdetek óta római katolikusok voltak, a Rákócziak pedig reformátusok méghozzá, ugye hát kőkemény ortodox kálvinisták, ha szabad ezt mondanom, ugye első Rákóczi Györgyről. 1642. szeptemberében, akkor még nincs meg az esküvő, csak az egyezés, a fejedelem a fiának a következőt írja. Szerest feleségedet annyi szeretettel és ragaszkodással, mennyivel minden igaz férfi tartozik nejének, de csak annyira, hogy ahhoz való szeretetet hazádnak, nemzetednek, kiváltképpen az Isten tisztességének szeretetét feljebbre haladja, s ezektől el ne vonjon. Tehát, na most megesküdtek, ugye, hát Gellei Katona István püspök, református püspök, tehát ott óriási lakodalom, kérem szépen, a lakodalom alatt még a végén a díszes társaságot még ilyen sárkány tűzijáték is szórakoztatta, tehát mindenki kitódult az udvarra, és ugye ott ilyen sárkányszerű tűzijátékot tartottak, hát mert hogy sárkányos címer a bátoriak, ugye, az ő tiszteletére. Csak megjegyeztem, hogy azért a római császár nem volt ott egy képviseletét ugye elküldte, tehát egy ilyen fejedelmi nászhoz a római császár, a lengyel király, és még sok mindenkinek ugye illet elküldeni a követét, pontosan, hogy illet őket meghívni, és ugye el is küldték a követüket. Hát a 15 éves mennyasszonya az volt a baj, hogy katolikus volt, és nem nagyon akart áttérni. Na most itt lehet a legnagyobb baj ugye az ő egyéniségével, hogy szinte kényszerítették arra, hogy térjen át, tehát hogy a református hitet fölvegye, magyarul ugye elhagyja a római katolikus hitét,
ebben bűntudata volt, nagyon nehezen tudták rávenni arra például, hogy a pénteki meg a szombati böjtöt abba hagyja. A péntekit nem hagyta abba. A szombatit azt igen. Tehát kvázi szinte megerőszakolták az ő 15 éves lelkét, hogy hát ez következzen, és hát ebből is azért le lehet vonni azt a következtetést, hogy majd amikor meghal az ura 1660-ban, ugye második Rákóczi György, utána a kisfiával, ugye első Rákóczi Ferenccel, ugye ez második Rákóczi Ferenc édesapja, azonnal visszatér az ő eredeti hitére, katolizál, Magyarországra költözik, csapatpapot ott hagy Erdélyből, és kérem szépen eskültelensége lesz a protestánsoknak. Még a pataki iskolát is bezáratja, jezsuitákat hív mindenhová, a Rákóczi vagyon majdnem átjátsza a jezsuitáknak. Tehát ugye sokan úgy fogalmaznak, hogy bigott katolikus volt, hát a bigott az ugye elég negatív jelző. Biztos, hogy ilyen fiatalkori gyökerekhez azért ez visszavezethető. 45-ben megszületik az első kisfiú, ugye első Rákóczi Ferenc, akit egyébként 7 évesen fejedelemmé választanak, de természetesen ugye 1660-ig él a papa, és amikor ő meghal, utána a török ugye csak hát felülje Erdélyt, majd erről még talán fogok tudni beszélni, lesz időm, ha lesz időm, és a lényeg az, hogy a portán hallani sem akarnak arról, hogy többet Rákóczi üljön a trónon. Tehát ő már csak választott fejedelem. Viszont majd az ő fia, második Rákóczi Ferencnek azért lesz az eszménye, hogy hát a családi, tulajdonképpen a családi nevet, ugye a családi birtokot akarja visszaszerezni azzal, hogy 1704-ben választják Erdélyben fejedelemé a Rákóczi szabadságharc kitörése után. Egy évvel, másfél évvel később egy második kisfiú is születik, ő azonban meghal. És itt írogattam egy kicsit, hogy a jelleme zárkózott. Ezen is lehet, kérem szépen, meditálni, hogy két barátnője volt egy lengyel apáca, és a, hogy mondjam, excentrikus és ledér, és hát sokak által, nem tudom most minek mondjam, többszöri vállás után ugye Veselényi felesége lett, tehát Széchy Mária Murányi Vénuszát, kérem szépen. Ugye az első férje Széchy Máriának egyébként Bethlen Gábor öccsének a fia, tehát az ifjú Bethlen István, ő fiatalon meghalt, akkor megözvegyültük újra férjhez meg Rozsályi Kun Istvánhoz. Hát kérem szépen, azt ott hagyja, áttér a hit, tehát református lesz azért, hogy elválhasson tőle, szó szerint egymást ágyúval üldözik, szóval botrányos, botrány, és utána pedig, kérem szépen, hát Veselényi Ferenc, aki a kor legszebb férfije volt állítólag, ugye a férfi ideát megtessék, miképpen 19. században a késői utód, ugye itt a Árvízi Hajós, ugye az emléktábla, tehát ő is akkor legszebb férfije volt. Na, és ez a Veselényi Ferenc, hát neki is voltak ugye kapcsolatai a Széchy Máriával, és a gyöngyösi történet arról szól, ugye, hogy hát hogyan játsza át, ugye, Murányt a Habsburgok kezére. És akkor hát a végén elveszi ugye a feleségül. Tehát zavaros ez az egész, leveleznek, és szóval nagyon jól megértik egymást, nem tudjuk, hogy miért. Na, viszont az anyósával nagyon rossz a viszonya, anyóssal többször szűk leveleket írnak, és abban megírja a Loránffy Zsuzsanna is, hogy nagyon idegenkedik tőlem a menyen, nincs előttem, becsületem, stb. Hát, és gyakorlatilag a rendek sem szeretik, félnek tőle. Tudják, hogy titokban katolikus. Ja igen, van olyan, hogy Erdélyből kitiltják, időközönként kitiltják a jezsuitákat, mert hogy a jezsuitáktól ugye mindenki fél. Ugye, hát, ugye 1540-ben alapított rend,
És hát a legfőbb fegyver volt ugye a jezsuita rend és azok tagjai a protestantizmus ellen. Ugye a protestánsok gyűlölik őket, igaz, hogy amikor a jezsuiták ugye megalapítják előbb a Váradon, aztán Kolozsvárot, ugye a jezsuita gimnáziumot, akkor azért minden protestáns, vagy majdnem minden protestáns a fiát odaadja be tanulni, mert hogy az a legjobb, és ott lehet a legtöbbet. Pázmány is egyébként így kezdte, ő is protestáns református volt, aztán őt is megtérítették. Na, visszatérve a történethez, a lényeg az, hogy jezsuitákkal veszi körül magát, és a rendek gyakorlatilag 1653-ban kitiltják a jezsuitákat. Tehát akkor leveszik a habitust, és civil ruhában térítenek. Tehát semmi nem történik ellenük. Igen, és a rendek, ja igen, amikor éppen elmegy az a szerencsétlen lengyelországi hadjáratra, ugye az ura második Rákóczi György, akkor egyszerűen pontatlanul visszaküldik a leveleket, amit ő fejedelem asszonyné ír, mert hogy olyan minősíthetetlenül beszél és társalog velük, tehát semmiképpen nem találják meg a szót egymással. Viszont a magyarországi katolikusokkal nagyon jó a viszonya, ott van Szerencsényi Bőgy, nyitrai püspökkel nagyon baráti a viszonya, és azért ez majd nagyon sokat fog segíteni abban, hogy első Rákóczi Ferenc feje ne hulljon a borba, miként majd 1671-ben Nádasdi harmadik Ferencé, Zrínyi Péteré, és nem, Peselényi már halott, Bónist még kivégzik, és Frangepán Ferenc, igen. Tehát 1660, tehát 1657-ben megindult ugye a lengyelországi hadjárat. 1657, ugye augusztusában totál csőd, ugye mindenki ott hagyja az erdélyi hadat, és ezek ugye tatárfogságba kerülnek. Rákóczi György hazavonul 300 katonájával az élén, ugye a sereg viszont ugye mind tatárfogságba kerül. És ettől kezdve, ugye előbb lemond, aztán visszatér, megint lemond, tehát iszonyatos zűrzavaros a történet. A lényeg az, hogy ezt a török nem tűri, és 1658-ban 130 ezer fős török tatár sereg zúdul Erdélyre, és fél Erdélyt elpusztítja, és amit még meghagynak, azt 1660-ban fogják elpusztítani. 1660, ugye ott van májusában, Szászfenesen, ez az utolsó ütközet, ahol halálos sebet kap Rákóczi György, és tehát hazaviszik Váradra, ott haldoklik, a felesége oda megy hozzá, oda rohan hozzá, és gyakorlatilag hát szépen még el tudnak búcsúzni. Ezt írja az asszony: szerelmes ura, ki még élt, hazájának erős oszlopa, s a nemzetére szakadó veszedelmen saját életével tartóztató pajzsa volt. Másnap meghal. Hát kérem szépen, a familiárisok, tehát a Rákóczi familiárisok ugye Váradról viszik aztán ugye tovább ravatalozni, és Váradot 1000 fős őrség védi csak, és jön Szegi Ahmed hatalmas serege, ami azt jelenti, hogy Várad mint egy másfél hónapig ostrom után elfoglaltatik, és ezzel a Párciumnak is vége. Úgyhogy hát az erdélyek rettentően megrettennek, a magyar királyságbeliek is. Veselényi egyúttal az uralkodótól kéri, hogy védjék meg Erdélyt, mert hogyha hát Erdély tüzel a magyar királyságra is átterjed, nem történik semmi, Váradot elfoglalják, majd 1663-64-ben, de akkor sem Lipót kezdeményezésére, hanem a Köprülő kezdeményezésére jön egy újabb török háború, amiben még nagyobb veszteség ér, mert hiszen 63-ban Érsekújvár is odavész, ugye, ami Érsekújvár az az alsó-magyarországi végvidéknek a fő központja. Tehát
Erről már beszéltem, hogy enkeszelhetetlen és kíméletlen ellensége lett a protestánsoknak, tehát ezt már elmondtam, hogy mi mindent érez a protestánsok iránt. És gyakorlatilag 1661-ben hazaköltözik, tehát Magyarországra költözik, ott hagyja Erdélyt, soha többet ugye nem tér vissza. Viszont, hát ott él, ugye az egyszem fiával, ugye első Rákóczi Ferenccel, és ez az előbb mondott, ugye Erdély pusztulása, Várad elfoglalása és Újvár elfoglalása 1664-ben, ugye ez Rényi Miklós halála, tehát annyi minden történik a politikában, és a magyar uraknak annyira elegük van ebből a halogató, ugye habsburgiánus magatartásból, hogy hát az országot ugye nem szabadították el a török alól, veszni hagyják, hogy ugye ez a Veselényi féle összeesküvés megtörténik, ugye ott az a szubróza alatt, tehát abban a kis teremben állítólag ugye ott találkoztak, és 1670 tavaszán ez elemi erővel tör ki. Itt, tehát a Tokaji hegy alján, és természetesen ugye Horvátországban, ugye az Rényi Péter vezetésében. Egy hónap alatt felszámolja az uralkodó, és utána jön a retorzió. Ugye a retorzió 1671 tavaszán az elmondott urakat kivégzik, első Rákóczi Ferencet is kihallgatják, és itt a lényeg, hogy az anyja, ugye Báthori Zsófia, akinek nagyon jó kapcsolatai vannak a magyar királysággal, meg Szerepcsényi Györgyel, aki egyébként hogy bele volt banyolódva, ő is ugye a Veselényi féle mozgalomban, és aztán később lesz majd ugye érsek. Tehát a lényeg, hogy eléri, hogy a fiát kiválthatja 400 ezer aranyért. Ugye váltja meg Lipótól, kérem szépen, óriási vagyon. Ja, és akkor a Rákóczi várokba ugye hazur őrséget kell befogadni, szóval hát eléggé megnyomják a családot. De kérem szépen, 1666-ban még ugye a fiát, ez még az összeesküvés előtt, összeházasítja Zrínyi Ilonával. Ugye az Zrínyiek egyébként normális esetben végig ugye hazur külyek és kiváló vitézek. És itt van elsőben Kocsi Ferenc, aki Zborúban született, és Zrínyi Ilona. Erről mondtam, hogy nincs Zrínyi Ilonánk, hát ezt azért betesszük, ezt a festményt, de ez nem ő táblázolja. Nem tudjuk, hogy nézhetett ki. Nyilván egy szép, talán egy ilyen déli szépség lehetett, talán abból igaz, hogy itt fekete hajjal van ábrázolva, de ez nem ő. Hát kérem szépen, az ő házasságunkból születik majd ugye második Rákóczi Ferenc. Igen. A kassai volt jezsuita templom, ugye az előbb már bemutattam itt azt a bizonyos Báthori címet, ugye itt ez az egész templom, amit Báthori Zsófia tulajdonképpen temetkezési helyről, tehát monasztériumként építetett, és Báthori Zsófiát és fiát, első Rákóczi Ferencet is ide temetik el. Igen, nem tudom mennyi. De akkor kérek szépen, már belelendültem, még Kemény János talán, ha belefér, de már Kemény János Lónyai Anna, és mondtam, hogy még a másik kettőről majd akkor van, mikor jamarra tartok előadást. Tehát Kemény János Lónyai Annáról lesz szó. Itt a Lónyai család címere. Itt az első urának, Veselényinek, ugye ez a Sellő, a család címere, és ez pedig a Kemény család címere. A Kemény, ugye, ha valaki a Tólyóczi krónikát ismeri, akkor tudja, hogy 1442-ben Hunyadi János ugye,
Ra szó szerint ugye sok ezer fős török sereg vadászott, és Kamonyai Simon, ugye, az öreg vitéz, akivel páncélt és sisakot cserélnek, és 1500 katona, ugye, török szpáhi rohan rá, nincs menekvés, és Kamonyai Simon az életért áldozza, azért, hogy Hunyadi János megmaradhasson. Akkor még nem tudták, de mi tudjuk, hogy ugye így törtek össze Hunyadnak kalajai. Ugye 1556-ig azért az Úristen megadta nekünk Hunyadi János. Jó, akkor Lónyai Anna. Édesapja Lónyai Zsigmond, annak anyja Szaniszlófi Bátori Katalin. Na ez a harmadik Bátori. Ez a harmadik Bátori. Ugye a Bátori a Somlyai, az Ecsedi volt a gazdagabb, a Szaniszlófi az egy kicsit szegényen volt, de azért azoknak is voltak birtokai. Nem volt olyan neves. A birtokok. Hát Vásárosnaményi, ugye Vásárosnaményi és Lónyainak nevezik a lónyaiakat. Kis és Nagy Lónya, Aranyos Megyes, Szabolcs, Berek, Borsó, Bihar, Heves vármegyei birtokrészek, erdélyi mezőségi birtokok, Szolyva, Szent Miklós irodalom, Tarcoli és Tokai szőlőkházak. Ez Berek Szent Miklósi kastély, amit ma úgy tartanak számon, hogy Rákóczi kastély, tudnélik Lónyai Mihály második felesége, majd Rákóczi László veszi a másikát. Tehát ugye első Rákóczi Györgynek van egy testvére, a Pál, és az annak a leszármazottja veszi feleségül, és tőlük van. Egyébként majd az a Rákóczi Erzsébet, az unoka húga második Rákóczi Ferencnek. És akkor így kerül egyébként, az ő örökségével kerül a Rákóczinak kezébe ez a Berek Szent Miklósi kastély, így néz ki. A másik, tehát ugye a Telegdi Lónyai, ugye, mondtam, ez a mezőtelegdi kastély, ez is a telegdiek oldalágáé lesz, és egyébként itt a papa, Lónyai Zsigmond arcképe, aki bekerül ugye az országbárók közé. 1627-ben az uralkodó bárói rangot ad neki, meg királyi tanácsos is lesz, és kérem szépen fejedelmi tanácsos. Miért? Vagy azért, mert remek politikus volt, ez is, de kérem szépen, ugye itt folyton Bethlen Gábor, meg első Rákóczi György és második Ferdinánd, illetve harmadik Ferdinánd között ugye folyton háborúskodás van, és a békéket mindig ő közvetíti, tehát nagyon ügyesen, bölcsen, okosan elrendezi, és persze ebből ő ugye, hát a családja számára ugye nyereséget is tud szerezni. Ez a kedvenc kastély, Aranyos-Megyesi kastély. Kérem szépen egy koron, mondjuk ez az egy koron, ez a 18. század, mert azért ez nem a reneszánszán építik át, de már akkor is ugye romokban hevert, 1690-től, és így néz ki ma, kérem szépen. Nem úgy néz ki, hogy fel tud támadni, kérem menjünk tovább. És ez Kemény János erdélyi fejedelem, aki nem olyan hosszú ideig volt erdélyi fejedelem, de Lónyai Annának a második férje lesz. Maros Récs, ez viszont ugye korábban Verbőci, Bátori, Bethlen, Rákóczi, majd ugye 1648-tól a Kemény családé, ez egészen a 20. századig Maros Récs, ami a Kemény család birtokát képezte. Igen, menjünk tovább. Nem ennyi. Itt ennyi. Sajnos. Nem. Jó, el tudom mondani, csak... De a képek. Ez az utolsó. De biztos, hogy van sok. Egy másik, igen. Bocsánat. Egy perc türelmet kérni. Én akkor mesélek. Bocsánat. De a pedben. A 36 volt. De neked vett külön.
átküldtem. A pendrive-ot megnyitod? Nem a pendrive-ot, hanem neked átküldtem, mert ez, amit tegnap este csináltam, és itt még van kép. Bocsánat, 30 slide volt, ez az, volt a 30. Azt, amit átküldtél, azt tették ki a lány. Ja, akkor. Retorusz a csatornán. Bocsánat, na akkor egy percig jön a rögyök. Ebben is fejlődöm azt mondja. Igen. Szerintem most a pendrive-ra, és akkor igen, a tiédem megmondja. Igen, igen, jó, bocsánat, jó, igen, itt vagyunk, igen. Jó, akkor egy, jó, itt, igen, konyhán vannak, jó, igen, nincs dolg, és akkor igen. Rossz a csatornát nyugodt nekünk. És akkor még melyikre kattintsak le, hogy nagyobb legyen? Itt. Ide. Ja, a kis monitorra. Igen, ő az első férje ugye Hadodik Esergényi II. István volt, ugye, Középszolnok vármegye főispánja, aki ugye viszonylag fiatalon meghalt, gyermekei Ferenc, Pál és Borbál. Ugye ő sokkal szerencsésebb volt, mert ebből gyakorlatilag Ferenc fiatalon hal meg, de Pál túléli őt, hát Borbála 14 évesen meghal. Ugye láttuk, hogy Lóránfi Zsuzsanna, ugye 6 fiú volt, ugye 2 felnőtt, hát ő fiat tudott felnevelni, és hát abból is ugye 30 évesen a kedvenc meghalt, tehát a 6 fiúból ugye egy éli túl az édesanyját. Gondoljuk el, ugye, amikor az édesanyjának el kell temetni a gyerekeit. Tehát Borbála, ez a kis Borbála, ez egy nagyon szép eljegyzési kép. Azért látszik, hogy eljegyzés, ugye virág van a kezében, kesztyű a felnőtté válás, 14 éves. Ez a szokásos. Éppen meghal, ugye, a második férje 1662. januárjában, Kemény János, de itt van ugye a farsang, 62. februárjában a kislányt eljegyzik. Megint egy tipikus eset. Kivel? Kemény Simonnal. A második férjnek az első házasságából származó fiával. Tehát magyarul a házaspár, ugye az előző házasságból származó gyerekei összeházasítja. Szeretik is egymást nyilván, és hát akkor a birtok ugye együtt marad, ezt az Eszterháziak, Nyáriak nagyon sokan így csinálták. Igen ám, de baj történik, mert a kislány ugye nyáron meghal Pestisben, és hát a mama nagyon fájdalmára. Tehát itt ez az esküvői, vagy az eljegyzési képben fennmaradt. Na most visszatérve Lónyay Annához. 1657. januárjában Kemény János útnak indul Lengyelországban. Tehát ő ugye 1656 valamikor nyarán megözvegyül, és akkor Kemény János már régóta özvegyülje, neveli ezt az egyszer Kemény Simon fiát, de ő tulajdonképpen gomája, mert a fiúnak, a párnak ő a keresztapja. És elkezd levelezgetni, és kvázi ugye hát az asszony kezét kérné meg, de még túl korán van, hiszen nem telt le a gyász év, de akkor is baj van, mert 1657. januárjában már kell Lengyelországba indulni, ez az előbb említett második Rákóczi Gyöngyféle lengyelországi hadjárat, és nota bene Kemény János a fővezér. Tehát valamikor, és nem tudjuk, ennek nincs nyoma, mégis megtörténik az eljegyzés. Ugye a gyász év letelte előtt, és nagyon szépen levelezhetnek egymással. Tehát a
erdélyi sereg katasztrófájáról már tettem említést, hogy tatárfogságba kerülnek, ez a 8-13 ezer fős erdélyi maradék sereget jelent, és nagyon szépen írja a rabok énekében Kemény János, testünk elszáradott, színünk elhervadott, lelkünk elvágyadott. Nagyon szép leveleket írnak egymásnak. Csoda, hogy a tatárfogságból hogyan kerülnek haza a levelek. Sokkal kevesebb levél maradt fenn Lónyai Annától. Ő is írt, és ugye Bakcsi Szerályba ugye küldözgeti ki a leveleket. Kemény sarca, kérem szépen 300 ezer tallér. Ugye a tallért azt még másfél forinttal be kell számolni, be kell szorozni, mert ugye az ezüst tallér, és ha ugye a váltópénzt nézzük, a kamarai forintot, akkor az nem 300, hanem 450 ezer forint. A végén lealkudják 116 ezer tallérra, még ezt sem tudják teljesen kifizetni, de mindenféle kezességen kiengedik. Kérem szépen Anna az ékszereit zálóba adja, hogy kiválthassa ő legényét, nem a férjét. Önlegényét. És itt egy szép levél idézett Annától. Én is az én Istenemnek szüntelene esedezem, ha ő felsége ezt a próbát helyen bocsátotta, adjon békességes tűrést, mert amikor elgondolom magamban az én sok keresztemet, úgy tetszik, megijedett magamtól, de mindaddig kell szenvednem, míg a jó Istennek tetszik. Hát ilyen leveleket írnak egymásnak, ez 1659. januárjában. És akkor igen, ezt már mutattam, tehát ugye ez az erdélyi fejedelem és Marosvécs, ugye? És a levelezésükből még két részletet hadd idézek. Édes, kedves húgom, ugye itt a mennyasszonyt így nevezi, édes, kedves húgom, mind leveleit kegyelmednek, két rendbélieket elvöttem szívemnek vigasztalódásával, egészségben értét, mint azokból. Örömmel értvén, mint pedig felőlem való szorgalmatoskodását Jámbor szolgájának, látásomra küldésének, rendelése felől halván. Magyarul ugye a szolgák vitték a levelet és némi ellátmányt is. Ezeket, édes kedves húgom, én elégségesképpen sem megköszönni, sem meghálálni nem tudhatom, hanem az igaz szeretetet, tökéletességet és az jó téteményt is rendelt s parancsolt Isten azokkal, az jókkal, az hol és kikkel kívánja, jutalmaztassa meg kegyelmetnek. Higgyen és tartson engem koporsóig, változás nélkül igaz szeretetbéli atyafiának, kegyelmet a atyafia, Kemény János. Igen. Ekkor hal meg egyébként ugye az idősebb fia. Akkor Anna a következőt írja. Ha Isten mind kegyelmeden, mármint Kemény Jánoson, ha Isten mind kegyelmeden, s mind rajtam nem könyörül, úgy veszem eszemben magamon, hogy én meg nem emésztettem a búsulást, hanem ő fog megemészteni engem, mert emberi gondolat szerint úgy tetszik, szenvedhetetlen volna azon által menni, akivel Isten bennünket ostoroz. Mindazonáltal csak az Isten adjon békességes tűrést mindkettőnknek. Ez szinte az őrület határán, ugye írta ezt a levelét. Rövid ideig voltak kéz a kézben. 1659. augusztusában Kemény János kiszabadult a tatárfogságból, hazajött, és 1659-ben összeházasodtak. Ez Lónyai Anna öröksége, és egyébként ugye a kedvenc kastélya. Közben, ugye, amint mondtam már 1658-ban, majd 1660-ban ugye megtörténik Erdély kétszeri pusztítása, a várat megszállása. Egyébként akkor Anna a gyermekekkel Husztvárában húzta meg magát. 1660. december 31-én a ideiglenesen megválasztott, illetve hát a török által kijelölt fejedelem Barcsai Ákos lemond. Január 1-én a Szászvégeni országgyűlésen Kemény Jánost fejedelemmé választják.
a következőt írja a levelében, veszedelmünkre lészené. És valóban az lett veszedelmére. 1662. januárjában, ugye a nagyszőlősi csatában, a 1661. szeptemberében a török által megválasztatott Apafi Mihály és Kücsük Mekmeni Jenei, Temesvári Jenei pasa seregétől súlyos vereséget szenvedett Kemény János. Ugye senki nem segített, mármint Habsburgoktól várt segítséget nem kapta meg, és annyira ugye súlyos volt a csata, hogy még a holttestét sem találták meg, tehát eltemetni sem tudta a szegény asszony. És akkor ugye az előmondott Boriskát, ugye Reánykáját is elveszítette. Ugye az egyik húga az is majd ugye a Csákiak felesége lesz, és annak írja, tehát Margitnak, Lónyai Margitnak, hogy annyira megrendült az egészsége, hogy már Bottal jár. Hát ekkor ugye ő még csak ugye 1625 körül született, ami azt jelenti, hogy 1662-ben ugye még nincs 40 éves, 31 néhány éves. Igen, menjünk tovább. És akkor most az özvegy fejedelem asszony. Tehát megözvegyült 1662. januárjától, tovább gondozta birtokait, gazdasági ügyeit, intézte birtokai után, kiállította a szokásos katonaságot. Itt van egy nagyon pregnáns példa. Vérvölgyi Csetepaté. A Vérvölgy neve is onnét ered, hogy ott valami csata történt. Ugye a Habsburg katonák a nagybányai pénzrendét éppen kifosztották, és a bányások, a aranybányászokat is ugye kifosztották, és akkor Anna összefogott a megyei haddal, és ő megverte őket. Nyilván nem személyesen fogta a szabját, de ez az ő szervezésében történt, tehát ő is kemény asszony volt. 1670-ben, amiről már beszéltem, a Veselényi féle mozgalom kitört, bőven benne volt a pár nevezetű, ugye egyetlen életben maradt fia. Ő maga is szervezte őt Veselényi Ferenchez, és miután ő is belekeveredett, természetesen az ő birtokait is elkobozták. Tehát a Medgyesi várat, a Vásárosnaményit, a Kasszonyi, a Tokai birtokokat elveszítette. Tehát Erdélybe kellett húzódnia. Egyébként ugye ez az előbb mutatott ugye Medgyesi kastély, hát belülről a kert, és ez egy szép ugye reneszánsz ajtókeret, ami megmaradt ugye 1647-ből. Tehát Anna azért nem hagyott fel a jótékonykodással, debreceni pataki iskolának rendelt, és hát mély református hitében végig megtartva és arra támaszkodva 1693 körül, még pontosan nem tudjuk azt sem, hogy mikor, de eltávozott az évők sorából. Köszönöm szépen!